Azok az Xbox One tulajdonosok, akik a Windows 10 legújabb változatát futtató notebookkal, PC-vel vagy tablettel rendelkeznek, mostantól a távolságokat leküzdve streamelhetik játékaikat. Bár az operációs rendszer végleges megjelenéséig még várnunk kell, a Microsoft úgy döntött, hogy már most kipróbálhatóvá teszi ezt a lehetőséget. A vállalat ezzel megnyitotta a több ízben is beharangozott közös csatornák egyikét az Xbox One konzolok és a Windows 10-es eszközök között. A Windows 10 július 29-én debütál hivatalosan. A cég a közeljövőben több platformon is megjelenő videójátékokkal, valamint összefonódó multiplayer lehetőségekkel is összhangot kíván teremteni a különböző otthoni eszközök között. Bár júliusban nem érkezik ingyenesen letölthető autó a Drive Clubhoz, azért nem maradunk új járművek nélkül, ugyanis a játékot fejlesztő Evolution Studio bejelentette a július 28-án megjelenő Horsepower DLC-t. A csomagban 11 új túr, 5 trófea és 5 autó kapott helyet méghozzá a lóerők jegyében. Bár a Season Pass július 28-án zárul az új kiegészítővel, a fejlesztők utána sem tervezik elengedni a PS4 exkluzív játék rajongóinak kezét, és az augusztusban megjelenő ingyenes autón felül is készülnek valamivel, amiről egyelőre még nem árult el semmit a csapat. Bemutatkozott a Mortal Kombat X új harcosa Tremor. A ninja elsőként a Mortal Kombat Special Forces-ban tűnt fel az egyik főellenség szerepében, majd a 2011-es PS Vitás Mortal Kombatban volt részlegesen játszható. A Fekete Sárkány klán tagját a sorozat atya Ed Boon bevallása szerint a rajongók kérésére hozták vissza. Jason, Tanya és a Predator után Tremor a Combat Pack utolsó harcosa, aki a Classic Pack 2 csomag keretében már július 21-én elérhetővé válik, külön pedig július 28-tól lesz megvásárolható. Ez volt a július 20-ai Daily Fix, én Niki voltam, kövessétek továbbra is az IGN-t!